Hello, szevasztok! Itt vagyok Benettyó Újfaluba, és megyek a nagyfejű barátomhoz, a nagy darab állathoz, az Amigóhoz, és ott is lesz egy találkozás, jönnek a rábások, a hínálhajú már ott van, és lesz egy kis ilyen baráti ölelés, belecsapunk egy kicsit a közepébe, ülünk egy kicsit egymásnak. Pár harmadik alkalommal rendezi meg az Amigo Retro Garage, ezt a makeréki gyerek aukciós játéknapot, és mindenféleképpen úgy érzem, hogy ott a helyem el kell menni, és tavaly is próbáltunk akkor menni, akkor hogy miért nem mentem, azt most nem akarom mondani, nem is ez a lényeg, de most ezt a dolgot nem hagyom ki semmiféleképpen. A holnapi napom egyébként fog folytatódni a Szirma Besenyői autós épségversenyem. Ott az MBK hívott meg engem, és az MBK a Miskolc Városi Közlekedési Vállalatnak az igazgatóhelyettese, illetve három kollégája tették látogatásukat a Csirketelepen, és meghívtak minket a múzeumok éjszakái programba, illetve én is invitáltam őket az augusztus 19-i Csirketelepi konferenciára. És a rendezvényen megjelenik a Baba, a Merci és a Latvia. Ezért ők jönnek, és ők fogják elvinni, illetve a 19-i rendezvényen meg fog jelenni az Icarus 31-es városi autóbusz, és a 620-as is ott lesz polgárom. Mindenféleképpen jó elmenni egy kicsit más csinálni, a munkából kiszakadni, meglátogatni a haverokat, megölelni azt a nagy darab állatot, a sok hülyét együtt egy kicsit így munka után. Most végeztem egyébként, de gyorsan indultam is el, hogy ennek a dolognak adjunk egy kis módját, hogy érezzük egymást, egy picit, hogy legyünk egy kicsit közelebb hozzánk. Ezek a dolgok mindig építenek minket belül is, és ebből a dologtól jobb fogjuk érezni magunkat. Köszönöm szépen, hamarosan jövök. Sziasztok! Itt van mellettem a kihangosítás, mint Csirketelepen annyiszor. Hú, ez a zene valami ismerős nektek már, nem? Ja, igen. Igen. Ajándékba kaptam, nem tudom kitől. Fény? Nagyon jó. De látszik, látszik. Júj, geco! Most látom. Következő projektet tudom, hogy akar lenni. Ez már egy mind vagy a A párnát forgass meg! A párnát! Mert feje lefele van. Párnát fordíts meg! Azt mondok, a rábák a makereki gyepen, városközpontjába. És itt is megbújik egy kis cseppel, 344-es. Nem sokat látszik belőle, de majd holnap fogjátok látni. Itt ez a holnapi makereki busz, buli, amit érdemes itt megnézni. Itt van egy szerelvény összeakasztva. A portkocsi ponyva az szerintem nagyon friss, mert még ragad, az még nemrég készült el. Egyébként a portkocsinek műszaki vizsgája van, új ponyvával rendelkezik, fuvarozási engedéllyel, meg minden, amivel kell. Nagyon szép, tisztelet, aki ezt megcsinálta, végigcsinálta, finanszírozta.
ilyen kis rábás reggeli pillanatképeket hozok nektek, amikor még alszik mindenki. Itt. Tóth Attiláik egyébként igen aktívak lettek ebben a rábás történetben. Tehát tőlem hülyét kapva, vagy tőlem is amúgy is alapból hülye, és itt van ezt is, ez a csapat megépítette ezt a szerelvényt. Tehát azért, hagyd ki, hogy mondjam, hogy egy szép látvány. Szép jó reggelt mindenkinek, Mékerék, elkezdjük a bulit. Szevasztok, most a srácok már pakolják ki a játékokat. Jön az ébresztő, Norbi által, nyomjad neki! Nyomjad neki! Gyorsan tekerjed! A legszebb dolog a világon. Thank you.
sziasztok! Vége van az Amigo Retro Garage partinak. Figyeljetek, itt vagyunk Mékeréken. Most indulnak haza a Rába kamionok. Előtt Tóth Attila, mögötte Peti. Gyönyörűek, Istenem! Gyönyörű látvány. Jövőre ugyanígy jönnek megint. Azt a kurva eget! És az ukocsma végén zárja az utat. Szia, Jani! Sziasztok! És most akkor holnap indulás Németország, megkezdődik az újabb kamionozás. Köszönjük, hogy itt voltatok. Hello, sziasztok!